A kiosztott szerződések összértéke 101 millió 200 ezer dinár volt, és egyebek mellett az irodalom, a színművészet, a filmművészet és a nemzeti kisebbségek kultúrájának a megőrzése területén tevékenykedő intézmények kapták meg, jelentette ki Mirovics. Vajdaság lépésről lépésre minden kulturális területen igyekszik követni a trendeket, ezért új művelődési projekteken és programokon keresztül a tartományi kormány a jövőben is folytatja a támogatásokat. Az idei évben a Torontál Torda Alapítvány hasonlóan az előző évekhez viszonyítva pályázott a Torda Művelési Napokra, amelyet immár 19. alkalommal szerveztünk meg. Ez egy valóban egy nagyon sokrétű, több hétig tartó, hagyományápoló rendezvény, amelyet a tartományi titkárság évről évre támogat. Ezek a tartományi támogatások egyfelől a nemzeti kultúra alapjait jelentő kulturális tevékenységeket támogatják, másfelől a kisebbségi kulturális intézmények és a kisebbségi kulturális műhelyek, hát hogy úgy mondjam, maradéktalan működését biztosítják. A tartományi kulturális titkárság nem először támogatja a munkánkat, és nagy köszönettel vagyunk ezért nekik. Az idén konkrétan a Sulisztár projektünket támogatták egy összeggel, úgyhogy nagyon hálásak és nagyon örülünk ennek az összegnek. Hálásak vagyunk. A tartományi művelődési titkárság jelenlegi költségvetési kerete kétszerese a két évvel ezelőttinek, hangzott el az eseményen.